Ez a 23-as busz Hanoiban. Elég hosszú járat. Éppen a Kulturális Egyetemről tartok a kollégium felé. 3000 dong a buszjegy, ami körülbelül 30-35 forint. Hanoiban egyébként, és egyáltalán Vietnamban nincsen se villamos, se föld alatti vasút. A tömegközlekedést elsősorban a diákok és az idősek használják, a többiek pedig motoroznak vagy bicikliznek. De egyre több autó is akad, amivel meg az a baj, hogy az utcák nagy részében nem lehet vele behajtani, parkolni pedig ugyanolyan rémálom, mint Budapest belvárosában. Hanoiban körülbelül 5 millióan laknak, és talán ha fele akkora területen, mint a magyar főváros. Ezen a környéken nem járnak turisták, és a diákok nem tudnak jól angolul, nem is beszélve a helyi árusokról. Így aztán minden interakció külön kihívás és kaland. Vigyázni kell a leszálláskor, mert a sofőr néha csak lassít és nem áll meg. Itt a járda esténként megtelik utcai büfésekkel és vendégeikkel, a diákokkal. Ez a bejárat az egyik külföldi ösztöndíjasoknak szánt kollégiumhoz vezet. Sehol egy angol nyelvű felirat. Ahhoz be kell menni az udvarba. Az épületben a világ keleti feléről érkezett ösztöndíjasok laknak, én vagyok a legnyugatibb Dunakesziről. Mongolok, ukránok, románok járnak innen a különböző egyetemekre. Lent az udvaron laosziak játszanak éppen. Van egy évocska. Hú, az nagyon tetszik nekem, az a filter a fenyőfán. Hát készülnek a karácsonyra. Hopp. Ott szemben vietnámi diákok élnek. A száradó ruhák mennyiségéből is látszik, hogy sokkal többen zsúfolódnak egy szobában inni. Yeah. It's our room. It's real normal Vietnam life. Ő Tamba, a fiatalabbik lakótársam. 20 éves mongol srác és informatikát tanul. Tavra Adoki meg még nincs itthon. Hi, Moi. And you? I'm very old. What are you doing? Nálunkban. Éppen egy kis filmmel bíbelődöm a szobában, ami legfeljebb a plafonra szerelt ventilátor miatt különbözik egy egyszerűbb magyar kollégiumi szobától. On the next one, you and the doctor will play. A kis gekko a falon nem sokára hozzálát a szúnyogvadászathoz. Jó éjszakát!